I mean, that's maybe for some. Annyi, hogy... Na. Kicsit most elmegy itt még a kép. Na mindegy. Load successful. Megint egy töltés. Register later. Ez engem nem érdekel, ez a residentevil.com vagy mi ez. Save successful. Yep. Nos hát, üdvözlök mindenkit, íme. Még egyre nem láttak a kamerába, de lassan leülök. Itt a Resident Evil egy folytatásában, ahol most már egy kicsit lineárisabb területre lépünk rá, lineárisabb talajra, ugyanis elhagyjuk a... Tehát elhagyjuk a menzsönt egy kis időre, majd vissza fogunk térni a helmet kulcssal, de egyelőre most előre megyünk, hátra nem nézve. Alig várom. Közben azért nyomok egy loadingot. Itt még Tommy egyelőre szedi össze a dolgokat, amiket elhagyott, mert ajánlottam neki, hogy ne legyen elfeledve. Rakjuk be őket a ládába, mert még lehet, hogy később jól jöhet az út során. Mert ugye, amit itt beraksz ládába, azt a többi ládába is meg fog maradni. Na akkor... Jó, most már megy a dolog állítólag, megy a bungee jumping. A bácsi jumping. Mi kell nekem ebből? Biztonságkedv idehozom a pont legalul van, ennek nagyon örülök. Idehozom a headsetemnek a csekkdugós kábeljét, hogyha esetleg lemerülne útközbe, akkor ne kelljen itten keresgélni, hanem egyből be tudjam dugni. Legyen itten zavartság. Kicsit állítunk a dolgom. Amúgy gyerekek, itt van Leo. Nagyon cukin. Aranyos. Ő is itt van és nézi velem a Resident Evil kalandokat. Látszik meg ilyet, pedig nem ültem rá. Valahogy így. Na, srácok, itt vagyunk. PlayStation-os pólóba, ezt kaptam. Nagyon minőségi póló, aranyos mi. Köszönöm szépen. Tehát, ez videóban nem látszik, tudom jól, tisztában vagyok vele, mert már vágtam föl videót YouTube-ra, és észrevettem, hogy ott valamiért a kamera nem maradt meg. Se baj. Megosszuk. Jobb is így, ott legalább helyet nem foglal. És ott a normális képernyőt lehetne. Így amúgy most nem tudom, hogy ez így meg fog-e maradni, mert most is ugye veszem föl videóra. Na, ami nekünk kell a folytatáshoz, most amúgy se gáz, hogyha egy kicsit előnybe leszek a Tomihoz képest, mert a Tomi olyan hamar utolér, mint a figyfene. Elég, hogyha találok valamilyen olyan ajtót, ami ez ilyen régi kulcs kell, és már ott vagyunk, hogy hello, Tomi leelőzött. Jó, igen. Kóstolgatsz engem.
De most mi van? Hát csak azt mondom, hogy Jill-en sokkal egyszerűbb túlmenni a játékon, sokkal gyorsabban véghez lehet vinni. Ezért voltál eddig ilyen nagy előnyben, mert én mindig futkostam vissza a régi kulcsokért, te meg csak egy hopp kinyitottál egy Biztos. ajtót. Most itt van egy rohadék, akivel nem akarok megküzdeni, de az a baj, hogy szerintem meg kell. Úgyhogy én itt most előveszem a Dilidáré puskámat. Nem kell föl, ennek örülök. De azért megölöm. Ugyanis a szolgálataira itt nem lesz jó szükség. Na, miért kell nekem kettő dilemma, ilyen Stone and Metal Object, meg ez a Wind Crest? És azért, mert most ide kijövünk, és de nagyon ezt még ti nem láttátok. Ugye, hogy én ide jöttem volna. Eddig azért nem jöttem ide, mert tök felesleges. Tehát méghozzá azért felesleges, mert itt csak egy ilyen kis... Ja, rossz a gombot nyomtam. Hát itt csak egy ilyen kis folyosó van. Semmi más. Nincs semmi item. Csak azért is rám jön egy kutya. Na nézd meg. Rohadjon meg. Ezt tudom. Na ide félj, kutya. Most elhasználtam az utolsó defensív itememet erre a köcsögre. Ráugrott a torkomra. És nagyon szarul állok. De ha jól tudom, ha én ide bejövök, itt úgyse lesz bajom. Mert ide rakom ezt az objektet. Oh yeah. És akkor látjátok, kattant az ajtó, be tudok oda menni. És itt bent, ez egy ilyen kis boros kabinszerű hely. Egyből van shotgun lőszer, spray áradat. Egyszer van itt egy olyan védelmi gránát, aminek nagyon örülök. Na akkor most is továbbra is van önvédelmi fegyverünk, és én nem akartam kimenni, szóval megbocsássátok, de visszaengednél. És ha jól tudom, igen. Ugye ez kétfele iránylik ez a hely. Egyszer itt a spray, amit most úgy, ahogy van, elhasználok nyersbe, mert nem akarok meghalni. Csak elnézi a játék, hogy egyszer használtam spirit a játék során. És itt egy ajtó, azon is be tudok menni? Ah, várjál, ha mit kettő be tudok menni, az úgy nem jó. Én úgy emlékszem, egyik zárva van. De nem erre. Esőnek nem erre jövünk. Abból, ami voltból nem erre jövünk. Mert itt két ajtó van. Az egyik az kivezeti Pick Fluff arra. Egy teljesen más helyre. De elsőnek nekünk erre kell jönni le, amerre voltak az itemek. Tehát így, erre a lépcsőn le. Mert ez elvezet egy kis hátsó kertbe, amerre el akarok menni. Ó, igen. Ez az, ezt kerestem. Save Mother'd. Path of Revenge, meg minden. És itt jön a rádióhívás. Wesker hív minket. Wave,
Tesker szólt, hogy van egy ilyen szörnyeteg, egy láncos, láncra vert szörnyeteg. Azzal vigyázzunk. A kettő kakasra van, akkor jól emlékeztem. Ez itt tök üres ez a hely. Csak egy valami miért jövök erre. Találkozunk Mikiegérrel. Ezt így nem lehet kinyitni. The gate will open when the guard dog's desire are fulfilled. Oké, te azt kell csinálni, el kell forgatni őket a jó irányba. Az egyik az... Egyiket keletre, a másikat nyugatra kell. Csak azt nem tudom, melyik melyik. Tehát, hogy jelzi valahol, hogy melyik melyik. Set with red eyes, the inscription read the war cry of revenge. Ez meg blue eyes. The last gasp of destruction. Most jó. És a kutya elnéz vesztre, a másik meg éjszakra kell, hogy nézzem. Szuper, már ki is nyílik a kapu. Hallom a kattanást. És akkor most itt ügyesnek kell majd lenni. Átmegyünk a kapun. És... Vannak varjak, de állítok, ha óvatosan futunk, vagyis sétálunk, nem pedig futunk, akkor a varjak azok békén hagynak minket. És ez így igaz. Na. Itt van egy hely, ahova egy ilyen bizbasz kell. És ez az a bizbasz, amit mi ide rakunk. Azért, hogy megkapjuk a másik hármat, ami pedig a másikhoz kell. Igen. Egyszer van egy ilyenünk, meg van egy ilyenünk. Még van egy harmadik, amit mindjárt úgy szintén nem berakunk. Csak előtte ide sétálok, és nyomok egy olyat, hogy megvizsgálni. És a hát ugyan van egy ilyen kis picbasz, amit ha megnyomunk, akkor kikattan, és akkor top jack vagy ilyen csík jött ki belőle, és ugye ezt megcsináljuk a csillaggal is. Azon van egy plusz jel. Megvan. Nagyon szuper. Use. Puff. Pont helyes sorrendbe hozzuk el őket, ez tök szuper. Tam, 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 tam. Igen, még van egy napocskánk. Suncrest. És megkaptuk könnyen is a Magnum revolverünket. Amit hát igazából egyelőre csak most megvizsgálunk, tehát jól néz ki, ember is. Silver Serpent, Serpent, vagy milyen Z. Magnum Rounds, it's loaded with Magnum Rounds. Magnum revolver, ha így vizsgálom meg. Ó, és meg is tudjuk nézni, tényleg, wow, tök komoly ez az animáció. Imádom, hogy fegyvereknél vannak ilyen animációk amúgy. Ó, szépen kisétálunk innen, úgyhogy a harkályok azokat ne idegesítsük föl. Te most egyelőre hol jársz, Tomi? Én még tovább is gyűjtögetek.
Aztán már csak az utolsó éjszakán kell, utána elindulhatok arra, merre kell. Ami most kérdője nekem, hogy ennyi vagy a szó van. Hörgés, morgás. És jövünk itt erre végig. Ez ugyanúgy üres terület? Nem. Nem üres, de nem is itt van. Ezen a részen. Nem itt ezen a részen van a tárgy, amit fel tudunk venni. Hanem majd itt a háznál. Van két zöld növény. Amiből egyik sem kell most, de egyet fel tudok venni. És úgy tudom, hogy itt lesz egy ládikó ide bent, szóval... ha... ide most bejövünk. Akkor itt lesz ládikónk, amit tudunk használni. Hello there! Hello? Hello? Hol az a rohadt láda, amit keresek? De egyszer itt van egy térkép rész, igen. A map a Gardennek a térképe. Sokat nem változik a dolog. Map of Courtyard. Na itt a ládikó, amit kerestem. Ebbe bepakolok szépen mindent, ami nekem most így nem kell. Tehát magnumtól kezdve így vízbaszok. És akkor itt is kicsit körbe kell nézni. Azért itt is találhatunk tárgyakat. Family picture. Ez nem, nekem így nem teljesen oké. Okay. Tehát a kislánynak a journaljára lehetett olvasni, hogy apa támadt elsőször, anya támadt másodszor. Belül vörös és nyálkás. Fehér és kemény. Nem igazi. Nem igaz anyám, ahol van. Vagy hát nem tudom. Nem igazi anyám az, aki. Nem tudom, hogy apa megtalált. Vagy hogy apa megtalálta anyát megint. Nem tudom. Amikor anya támadott. Vagy amikor megtámadta anyát, soha többé nem mozdult meg, és sikított. Miért? Csak David Hör valamit akart vele. És akkor anya, hol hiányzol? Ennyit tudunk. Ezen a kislányon is amúgy kísérleteztek. Tehát én ennek utána néztem, utána olvastam. Ő volt az egyik ilyen alanya az itteni mansionnek. És hát... nem pont pozitív eredmény jött ki belőle. Ezt lehet látni. Tudni. Itt keresek cókmókokat, hogy... mi az, amit föl tudok venni, mert megbolondulok, hogy itt ez a ház. Na mindegy, én esnek is kimegyek ide ki a ház elé. Azért a zöld növényem azt is elrakom. És
Állítólag, ha én ezt most így fölveszem, akkor a játék írja, hogy hello, megtaláltál mindent. Oh yeah, igen. Akkor itt megvan. Szóljál, ha kell segítség, hogy merre kell menni. Eddig minden oké, most szereztem elvileg össze mindent, ami így kell nekem. Azt veszem ki a dolgokat, ami most így majd kelleni fog. Jó, akkor ezt itt hagyjuk. Biztonság esetén mentek egyet. Jó. Jó. Akkor megyünk tovább. Vagy le. És igen, itt van egy ilyen korblit, de miért még ezt felvenném? Nem. Akkor... fel kell vegyem. Nagyon jó. Jézus. És akkor... ah, hogy a házba ez az egy item volt, ami olyan. Ez fasza. És most érdekes dolog történik, mert kijövünk ide, és valaki bejött az ajtón. Ott láthattátok elmenni. És kijövünk, és hopp. De hogy kerültünk csak úgy oda? Elhurcolt minket. Tizenöt zöld növényem van, és ha jól számom, 5 vagy 6 ilyen zöld és piros mixelve. Ügyesen elmentünk mellette, király. Nem tud most magától érni minket. Most van nálunk egy crank, egy ilyen kar, ami... hallom a hörgését neki. El is intézhetjük akár, mert... miért ne? De erre lejövök, és állítólag itt lesz valahol. Itt kéne, hogy legyen valahol. Itt van. De úgy tudom, hogy ki tudom kerülni így. Aha. Észre se vett, hogy amúgy elmentem mellett. Ez tök szuper. És úgy tudom, hogy akkor ez a terület így ennyi. Ez az egész szürke. Ja. Úgyhogy mehetünk tovább. Tovább. Nagyon ezzel a láncos lányzóval már nem fogunk találkozni, tehát egyedül ez az ő területe itt a játékban. Sehol máshol nem fogunk volna már találkozni. És ezt a területet amúgy is megtisztítottuk, szóval ide semmi tárgyért nem kell visszajönni. Igen, még egyelőre nincs semmi. Na és most jövünk erre, mert amúgy most már ez a kallantyú, vagy hogy hívják ezt magyarul. Ez ide fog kelleni. Viszont itt... aha, itt a Brad. Ugye Brad az a helikopter pilótánk, aki befosott és így felrepült a levegőbe. Brad, this is Chris. This is Chris. Brad? Brad?
Damn. Damn. The thing's broken. The thing's broken. Shit. Hogy jön a kutya velünk szembe? Tök higgadtam. Egészen eddig. You motherfucker shit. És ahogy nézni, itt pont van egy zöld és egy kék növény. Igazából annyi zöld növényem van, hogy a zöld növényt megeszem. Így. És a kéket pedig elrakom. Mert a krenket ezt úgyse tartjuk sokáig magunknál igazából. És akkor meg tudjuk nézni, ezt a területet így kivéstük. Nagyon szuper. Két irányba tudunk menni. Az egyik irány az ez. Ez mit látjátok, ez itt tele van vízzel, vagy az köd, vagy nem tudom mi az ott. Szóval arra nem tudunk menni. Befe. Viszont erre van egy ajtó. Úgyhogy ezen be tudunk jönni. És mindjárt meglátjátok, hogy hova fog kell nekünk ez a kallantyú. Hoppá! Egy vízzel teli medence. És ide kell nekünk a kallantyú. Chris berakja. És már most saját magától le is húzza. És így a víz szépen lemegy, mi át tudunk sétálni. Az az érdekes, hogy itt megyünk, és ugye a Crank az nálunk maradt. Crank. Pedig igazából sehova máshova nem tudjuk használni, csak itt. De itt nem hajlandó a játék. Egyelőre úgyhogy benhagyod a krenket a helyén, hanem viszi magával a Chris. Szóval majd le kell rakjuk. Igen, itt is vannak varjak, szóval ezekre vigyázni kell. Itten zöld növények, kék növények. Szóval itt van egy anyádat. Na jó, nem. De ezek nem hoztanak sotit. Ah! Így rám jön az összes, hogy mi a szar? Anyátokat? Akkor is elintézlek benneteket. És csak azért sem dögölnek meg, hallod? Na mindig szarjunk bele. Azt a rohadt. Nem tudom magamnál hordani, hát ez tök fasza. Akkor meneküljünk. A rossz irányba menekülünk. Most megyünk jó irányba. Később visszajövök azért az öt növényen, találok ládát. Ah, baszki, felvettem azt a kék növényt, és ezt meg egyébként nem is kéne, nem is tudom elhasználni. Viszont van egy vörös növény, én tökre örülök, mert azt sem tudom elhasználni. Itt végig sprintelünk. Kígyókat
ejt a utunkba a játék végig. És ott itt lesz a vége ennek a helynek. És itt van egy láda, aminek nagyon örülök. Ugye? Igen, itt lesz láda. Erre a helyre emlékszem. Itt van egy folyosó. És ebbe a szobába. Ebbe a szobába? Itt van egy safe roomunk. Tehát itt lesz egy bázisunk. Van is egy spray, meg minden. Nagyon jó. Be a... inkább a krenket. Zöld növény helyére. És akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy kombinál. Így. És viszont ki kell szedjük egy mixet herbet, mert nagyon rosszul állok. Most, hogy úgyni. És majd vissza úton felszedem azokat, amiket elhagytam. Közben akkor itt ugyanúgy találunk Ink Robint, vagy Ribbont, mindig Robinnak mondom, nem tudom miért. És egy defense itemet. Defense item az nagyon fontos. Meg akkor ugye itt van egy spray. Ja. Akkor meg azt is gyors. Rakjuk el. Nem így, hanem... így. Kombinál. Úgy. Jó. Kinyitjuk az ajtót. És akkor... kettőfele tudunk menni szembe, meg oldalra. Elsőnek így eljövünk erre. Ládát. Ide toljuk. Erre a ládára szükségünk van. És most bejövünk ide. Úgy tudom, ez egy, csak egy ilyen nagy terem. Egy szobás. Oh fuck! Ez a hely itt, ez tele van műzékkal. Pókkal. Sajnos. Találok egy pár dolgot. Szerencsém van, ebben ez kék növény lesz. Nem. Ó, de. Ez még nem most, mert egyelőre jól vagyok. Ez majd ad egy kis HP-t is nekem amúgy. Most... jó, van egy pók még, ami el kéne intézzek. Ezt majd utána elintézzük a többi dolgot. Most leesett. Úgy.
Már két popunkat elintéztük. Most már szarabbul állok, szóval eljúzoljuk, és akkor semmi bajunk nincs. Na, itt ez a könyv. Ezt testnek is fölvesszük. Ez a Bandage with Blood. Egy ilyen red book. Vörös könyv. Igzem. Ez egy... egy vörös kötetes könyv, ami... Red cover. Igazából... Kinyitni... Nem tudjuk kinyitni. Dehogy nem. Tehát egy nem nyomtatott könyv, hanem ez egy üres, vörös, betétes könyv. Valami különleges használatra van, azt mondja Chris. Nos, ezeket itt most meggyújtjuk. Jó, hogy ezt még kicsit a görgőt meg kell, hogy ösztöttsem. Tehát a Lighter-t még be sem mutattam nektek, pedig annak is aztán... nagyon jó animáció van, ha jól tudom, ja nem, csak így ennyi. Lighter of Light Hair. Hát akkor ez van ráírva, ez Krisznek a különleges öngyújtója, sajátja. És akkor itt van, hogy ez... ezt meggyújtottuk, és akkor kijött egy ilyen szem zöld színbe. Zöld szem. Még van... vagy kettő darab itt valahol. Amilyen. Igen, egy itt van. Use it. Piros. Ez másfajta szem, ahogy nézem amúgy. Meg ez a sarok? Nem. Akkor az másik oldalt van. Some billiards balls. Van a 2, a 3, 4, 5 és a 6. Igen, csak szerintem ezt ugye ez orange light. Az orange az 5. A zöld az 6. Ez a helyen még van valami, még egy zöld növény. Ennek körülök. Na, ez egy red oil lamp. Vörös olajlámpa. És akkor vörös, narancsárga és a lila, ugye? Hogy hogy volt ez. Tehát nekünk a, nem zöld kell. Tehát akkor a narancssárga az az 5, a piros a 3, a zöld a 6. Ezek kellenek nekünk. Az 5, a 3, a 6. A narancssárga az 5, a piros a 3, a zöld a 6. Reméljük, hogy ezt így megjegyzem. Max, visszanézem videóba. Csalok egy kicsit, de... ha nem muszáj, akkor nem fogok, ígérem. Igen, most a könyv is jön velünk. Az a könyv, az kell. Tehát, narancssárga 5, a piros a 3, a zöld meg 6. És akkor most erre jövünk. Így meg.
De nem is értem, miért erre jövök. Hát még a szép házba el kéne menjem. Lerakni a zöld növényeimet. Hát basszus, de hülye vagyok. Hellóka. Ne felejtsük el. Jó. Szia! Hova rakjam? Ide rakom a zöld növényekhez. Szuper. És akkor most van két szabad helyem. Newspaperök, sok újságpapír, és itt vagyunk ezen a folyosón, ami ha végig jövök, találok egy térkép darabot, amit leveszek amúgy a falról, és akkor látom az egész térképet, de azon kívül itt van egy lyuk, amint tény nem szabadott volna csak úgy benézünk, de benézzünk rajta. Ott van egy mékas, arra nagyon nagy kell figyelni. Bejöttünk egy ilyen nyugodt szobába. Találunk egy Plant 42 reportot. 4 days have passed since entering the plant point. 47 grooving, is great. Szia. Oh, köszi. Fönn voltam a Mike-nál. Tehát ez a 42-es ilyen növény. Through many uncommon aspects of this plant, we know that in comparison with other group of plants, the Tihivaros has had so strong effect. Tehát, hogy ez a többi növényhez, növénytől elkülönítve, hatott rá a T-vírus, és erősebbé tette. És a T-vírus átrendezte az anatómiáját, kiszélesítette látókörét és hozzáállását az élei világához, ezért már nem csak fotoszintetizál, hanem meg is eszi a szőlőcukrot, amit termel, tehát ilyen öntermelő növény lett. Igen. És akkor, hogyha looking at its current state, it's difficult to imagine its original appearance. Tehát, hogy ellentmond a tehát a maga attitűdjének, ahogy eddig viselkedett. Tehát, hogy itt és most a Földön megtaláljátok azt, amit akartok. Ez itt az utolsó mondat. És hogy ennek a Plant 42-esnek ennek kettő erőforrása van. Az egyik a gyökerei. Ez valahol a basementben van. Tehát valahol a, hogy mondják, a pincébe van a növénynek a gyökerei. Immediately after accident, a science went mad and destroyed the aqua ring. Even since basement like pool, there high possibility that's one chemicals in water that's promoting the plant for rapid growth. Tehát, hogy egy baleset során megtörtént az, hogy egy hogy ment, megőrült, és elpusztította a vízgyűrűt. Így a basementben
keletkezett egy kis medence. Ez az a hely, ahol a cápák vannak, ahol a Tomi megakadt a játékban. És hogy nagy a valószínűsége annak, hogy a kemikölök, amik ott voltak benne a vízben, azok elkezdték táplálni a Plant 42-es növényt, a növény pedig elkezdett nőni. Bárhogy is, megvan már a kiiktató specifikus vegyszer. A bull blackberry plant and the being side gang from the selling of the first floor. We're sure that use duck reach the first floor numbers long term chicken leg running from the bulb. Tehát az, hogy az első emeleten van a növény. Tehát, hogy használhatók a szellőzők ahhoz, hogy elérjük az első szintet. Viszont hát mindenhol indák vannak bent, meg hát savat köp ez a rohadék. Igen, hogy arra használja ezeket az indákat, hogy elkapja velük áldozatát. És állítólag ez a növény, ha elkap, akkor kiszívja a véredet a testedből, csak úgy. Szóval észlettek nála a bizonyos intelligenciát, tehát a seggét már szarás után kitörli, nem hagyja mocskosan. Miután elkapja áldozatát, vagy pedig inaktívá válik az áldozat. Aha, tehát elzárja a kimenetelt, a kijutási pontokat gyökereivel a növény. Tehát azért mondják, hogy van intelligenciája, mert tudja, hogy hol tudsz kimenekülni abból a helységből, ahol ő van, és nem engedi, hogy kimenekülj, tehát azért van esze. Ez tetszik. Unfortunately, several of science have already fallen victim this plant. We will hear the stories from Soraya, the AI observing common, and from petalite flaps open and reveal a vital internet is become more aggressive. Agresszívvá vált, elég sokan próbáltak kijutni onnan, amikor bekebelezte őket, de kevesen jutottak túl rajta. Ez ismeretlen, még jó. Vagy ez egy ismeretlen riportolta amúgy ezt az egészet, amit ő így a tudást. Miközben próbálta megvédeni magát. A 1998 Harry Sertentől van ez a levél, és akkor úgy szól az utolsó mondat, hogy why it behave the way it does it still uncle. Tehát, hogy hogyan lehetne elbánni hogyan lehetne a kiútni, az még ismeretlen ebből a csávából. Most egy barátunk meglátogatott minket. Köszöntsétek Viktort. Szia Viktor. Jól vagy? Viktor kapott egy golyót és összeesett, de nem halt meg. Viktor? Jó, hát Viktornak szétlocsant a feje. Szegény Viktor. Szia. Mégis mi a tökémet akar tőlem a játék? Na mindegy. Itt még van valami, amit kéne tudom megcsinálni, csak nem tudom mi. Nem inkább az volt utolsó mondat, miért kell viselkedésének még mindig ismeretlen? Lehet.
Az a baj, most így hirtelen a behavior-t, ezt nem tudtam, hogy mit jelent angolul. Sajnálom. Bocsánat. Na itt vagyunk bent. Itt is van egy fürdőkád, amit nem engedünk le. Viszont van egy kulcsunk, ami Residence Key. Nagyon jó. Meg itt még volt valami. Nem, akkor nincs. Kezd így ennyi? Ennyi. Tátok egy kulcsot. Examáljuk meg. Az van ráír, vagy a 101-es. Ó, oh, yeah. Akkor most már ez is megvan. Most azért jöttem csak ide be, mert... hát itt még van közben dolgunk, tehát... mindjárt meglátjátok. Van egy lejárat, ahova le tudunk majd menni, de egyelőre még most ide nem megyünk le. Értem. Na látod, ezzel most így hirtelen nekem fogalmam sem volt. A rohadt méhek. De utálom őket. De megölöm őket, mert rengeteget fogunk járkálni. És jól is vagyok, csak kifogytam a fegyveremből, szóval most kénytelen vagyok shotgunt használni. Szomorúságomban. Na, sikerült. Anyád! Elfelejtettem, hogy itt ez a rohadt növény. Úgy utálom. Sikerült már tovább jutni, Tomi? Igen. És mennyire jársz közel hozzám? Hol vagy most? Pókoknál vagyok. Akkor konkrétan itt vagy, ugyanott, ahol én, csak én már elmentem a másik irányba. Nem tudom, hogy ennek a pirskönyvnek van valami értelme? Persze, hogy van. Csak hogy most tudom majd használni, vagy talán később? Ezt még nem tudom, én magamnál tartom egyelőre. Na most van egy ilyen self-defense gununk, ami... suicide note. I had to do it, we ran from those things, helping each other to say... But Robert start to show the symptoms. I had to do it, those damn things that were evil. Tehát ez itt egy túlélő, aki menekült a haverjával, de Roberten elkezdtek meglátszani a jelei annak, hogy átváltozik. Tehát meg kellett, ugye, meg kellett, hogy jöjje. There was no other way, we should have the same other way around. That put him out of this mystery and just leave. But from now, I probably the last one. Igen, és itt most szítja a fejét, hogy miért vett részt ebbe az egész kutatásba. Gondolkodik, hogy most hogyan tud innen kijutni. Minden már vége, stb. I need a little courage to get it, knowing that I live in London. Words. This better just wait and turn into one of them. Please understand, lest let me end my life with this person. This message on back. Linda, please forgive me. Nem tudom, ki ez a Linda, de megbocsátunk neki. Még itt van egy pisztolytár, aminek azért örülök, mert... hát na... nekem az kell a pisztolyomba. De én most ezt a self-defense gun-t, ha fogom használni, ez ilyen kis cuki. És még itt is van lőszer, ennek örülök. Na szóval azt mondja, hogy a brót az benn hagyta a fürdőben. Szóval most annak utána nézünk a brónak. Mi lelte a drága brót? Robertet? Azt tudom, hogy itt a továbbjutáshoz, hogy itt ezen a területen tovább tudjunk jutni, ahhoz kell lenni fog a könyv.
Mert a könyves polcra kell majd beilleszteni, mert hogyha megvizsgálod, akkor írja is a karakter, hogy nincsen beleírva semmi, tehát igazából unprinted. Igen, azt néztem, csak nem emlékszem, hogy én azt egy használtam kulcs, el, vagy sem. Amit nem tudok fölvenni. És csak azért nem tudom fölvenni, mert... mert tele vagyok. Lehet, én is most egyelőre lerakom a könyvet, mert én még nem látom, hogy lenne bármi szükségem rá. Úgyhogy... jaj, ne, belenéztem a kurva falba! Te is belenéztél, én is belenéztem. Igen, de múltkor már belenéztem, csak elfelejtettem. Hát, ez kegyetlen. A izé volt a izé, amíg szívbajt hozta rám, mikor rájöttem, hogy ott az a csali van. Azt, hogy meg kellett cserélni, meg mi a faszom, aztán így a pofát be. Na mi a kurva anyád? Azt hittem, ez mind dögött. Igen. Nem az repül a pofádba, hanem a mögött volt egy lyuk, amiből kijött a mi. Nem. De? Az repült le, amit felhelyeztél. Az igen? Kertélete. Igen. Oh. Nekem nem esett le. Na, most vissza tudunk menni azért a kulcsért oda. És ha jól tudom, az a kulcs, az kell nekünk, mert ez a könyvtárba fog minket vinni. Szóval bemegyünk érte. És lassan szerintem akkor a... itten lezárom az első videót, leklippelem szépen. Szerintem már most itt.